Hát ennyi volt. Most kéne elmondanom, hogy iratkozzál fel, léci, meg kövessél, meg alkossunk egy jó nagy szeretett közösséget, meg hogy én az Osvágy Zsolt vagyok, és ez a Zsoltán YouTube csatorna. Hát végül is elmondtam. Csúfos vereség. Megalázó vereség. Elpusztító vereség. Megsemmisültem. Nem azért semmisültem meg, mert nem nyert Márki-Zay Péter. Nem azért semmisültem meg, mert nem nyert Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára, Jakab Péter, vagy bárki, aki itt a kanapémon volt. Azért semmisültem meg, mert én ebbe a dologba hittem. Igyekeztem a legjobb tudásom szerint segíteni ezt. Éppen ezért egy személyes kudarcként is megélem. Ezt szívből csináltam, meggyőződésből. Nem tudtak volna annyit fizetni, hogy olyat csinálják, amivel nem értek egyet. Én ebben hittem, én ezzel egyetértettem. 2 héttel ezelőtt tudtam, hogy ezt a választást, ezt elbuktuk. Aztán múlt héten annyi minden történt, annyi emberrel beszéltem, hogy újra megjelent a csoda. Újra szikrát kapott bennem a remény, és elhittem. Elhittem, hogy nem csak az, hogy kicsit kap ki az ellenzék, hanem elhittem, hogy győzhetünk. És ezzel szemben lett a Fidesznek egy kétharmada. A Mi Hazánkkal együtt pedig már nem tudom, melyik fáj jobban, hogy a Fidesznek kétharmada lett, vagy hogy a Mi Hazánk bejutott a parlamentbe. Keresni ezért a felelőst? Hát biztos, hogy kell, nem az én dolgom. Keresni ezért keresni a hibákat, és hogy mit lehetett volna másként csinálni? Hát biztos nagyon sok mindent. Persze rá lehet tolni a jelölt személyére is sok mindent. Márki-Zay Péter sokszor hibázott. Sokszor tett úgy, sokszor fogalmazott úgy, ahogy egy miniszterelnök jelölt nem tehetné. Mennyivel jártunk volna jobban Karácsony Gergely vagy Dobrev Klárával? Ez már sose derül ki, mert mi máshogy döntöttünk. Ezért a döntésünkért pedig vállalni kell a felelősségünket. Mi úgy döntöttünk, hogy az Egyesült Ellenzék miniszterelnök jelöltje Márki-Zay Péter legyen, aztán az ország úgy döntött, hogy ő nem kér belőle. De nem lehet minden felelősséget rátolni Márki-Zay Péterre. Márki-Zay Péter egy volt a jelöltek közül, és meg lehet, nem volt egy együttműködő jelölt feltétlen, nem volt egy gyakorlott jelölt, nem volt egy tapasztalt jelölt, nem volt egy politikailag kifogástalan jelölt, de a demokráciát képviselte, mert mi választottuk. És akkor bele lehet menni abba nyilván, hogy Gyurcsány miért nem megy el a politikából, bele lehet abba menni, hogy a Jakab hogy beszél a parlamentbe, bele lehet abba menni, hogy a Karácsony meg alkalmatlan, és hogy egy ilyen ellenzék, és bármi. De sajnos itt jóval többről van szó. A Fidesz egy olyan kampányt csinált végig, ami világszinten egyedülálló, ami világszinten elismerésre méltó. Na ezt az elismerést nem úgy gondolom, hogy emberileg és morálisan, de hatásos volt és célt ért. Egymásnak ugrasztott embereket. Barátok, családok nem beszélnek már egymással. Rengeteg hazugság, ferdítés, média túlsúly, hamis félelemkeltés az emberekbe, a háborútól, a migránsoktól, a melegektől. Viszont van egy, amit a Fidesz tud, és az ellenzék nem tud. Az pedig az összetartás. Nem az ellenzék tartott össze, sokkal inkább a Fidesz. És ez elgondolkodtató. És persze lehet azt mondani, hogy hülyék vagyunk, meg birkák vagyunk, meg ez kellett nekünk. De srácok, újabb kétharmad. És az a nagy helyzet, hogy ebben a választási rendszerben persze úgy is lehet valakinek kétharmada, hogy csak az ország 30% vagy 33%-a szavaz rá, de baszki, ebben a választási rendszerben kellett volna győzni.
Vagy legalább csak azt a kurva kétharmadat elkerülni. Gratulálok a Fidesznek. Komolyan mondom, hogy gratulálok a Fidesznek. Továbbra se tudom megérteni. Továbbra se tudok velük egyetérteni. De a vereséget el kell ismerni, és ami a legfontosabb, hogy az ő győzelmüket is. Hogy milyen most? Hát csak reménykedni tudunk, hogy egy kis pihenő még hagynak minket. Aztán utána akár a pokol. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Lassan 48 órája nem ettem. A könnyek elfogytak. Lassan a szavak is. Mérhetetlenül csalódott vagyok. Én tényleg elhittem. Mondtad azt, hogy hülye vagyok, mondtad azt, hogy naív vagyok, mondtad azt, hogy de hogy, Zsolt? Hogy hihettél te ebben? Így. És tudjátok, azt gondolom, hogy lehet, hogy életem végig kisebbségben leszek. Mondjuk úgy, hogy én ezt már megszoktam. Több irányból is. De büszkén tartozom a kisebbséghez. Több mint 1500 üzenet érkezett tegnap este óta. Ebből az 1500 üzenetből nagyon durván 50 volt az, ami belém törölte a lábát, 50 volt az, ami gúnyolódott és nevetett rajtam, de a többi az mind csalódottságról, támogatottságról szólt. Nekem ti vagytok. És lehet, hogy az országon vezetése, az imádott országon vezetése máshogy gondolkodik rólam, és máshogy gondolkodik a világról. De ameddig ti itt vagytok, addig nagyjából leszarom, hogy Orbán Viktor hogyan vélekedik rólam. Ne legyenek illúzióitok, meg lesz torolva mindenki, aki az ellenzéknek bármilyen módon segített. Nem lesz különbség téve, hogy ki az, aki ezt pénzért tette, ki az, aki érdekből tette, ki az, aki ezt haszonért tette, és ki az, aki szívből tette. Teljesen mindegy lesz. A legrosszabb forgatókönyvet is el tudunk képzelni. Simán belekerülhet a YouTube csatornámba, simán belekerülhet az éttermembe, simán belekerülhet az itteni életembe. Éppen ezért jogosan teszed fel a kérdés, hogy most mihez kezdesz, Zsolt? Én imádom az országomat. Én beleborzongok a magyar himnuszba. Én nekem egy hét után honvágyam van, bárhol vagyok. A magyar szó, a magyar ének, a magyar szokások, a magyar hagyományok. Nekem a magyarság az egyszerűen a véremben van, a szívembe égett, és éppen ezért undorral és rosszul léttel tervezzük a külhoni létünket. Viszont muszáj lenni egy B-tervnek. És nem azt mondom, hogy holnap csomagolunk és elmegyünk, hanem azt mondom, amit eddig is. Hogyha itt nem lehet olyan életem, amilyet én egyszer elterveztem magammal, magamnak a szerelmemmel, a gyerekemmel, a családommal, akkor ezt az álmunkat, az mi életünket külföldön váltjuk valóra, és most életbe lépett a B-terv, hogy elkezdünk kifele kacsingatni. Egyszerűen nem várom meg, ameddig jön egy olyan törvény, hogy nem beszélhetek a YouTube-on, vagy csak felnőtteknek szóló tartalomként, vagy csak erről és erről a témáról. Egyszerűen nem várom meg azt, hogy olyan módon ellehetetlenítsenek, ami már tényleg nem csak anyagilag, de mentálisan, pszichésen is teljesen tönkretesz. Most sem vagyok a toppon, azért az fontos tudni, de igen, kell egy ilyen. Viszont ameddig tudok, maradok. Mert ez a hazám. Mert én itt érzem magam otthon. Én ezt szeretem. Nekem ez az áltervem. És arra buzdítalak titeket is, hogy ameddig tudtok, maradjatok. És az utolsó pillanatban szálljatok csak fel a repülőre, vagy a vonatra, vagy a buszra. Mert ha mi is elmegyünk, akkor ez a pici remény is elmegy ebből az országból, ami még egyszer változást hozhat.
Én azt gondolom, hogy a politikai szerepvállalásomat ebben a formájában a mai naptól befejezem. Mire ez a videó kint lesz, addigra a kanapés beszélgetős, illetve az olyan társadalmi problémát feszegető videókon kívül, ahol politikai véleményt mondtam, azokat eltávolítom a csatornáról. Nem azért, mert szeretném ezt meg nem történté tenni, hanem egyszerűen ezzel szeretném mindenki számára világossá tenni, hogy az a fajta ellenzéki kampány és politika, ami végigkísérte az elmúlt egy évemet, az itt a végéhez ért. Nem mondom azt, hogy nem fogok megszólalni közéleti kérdésekben, de itt most már tényleg csak arra specializálódva, ami engem is érint. Ez pedig inkább az emberi jogok. Ezekben biztos fel fogok szólalni. A szívem ellenzéki marad, és amikor megkérdeztem Viki barátnőmet, hogy miért van az, hogy én mindig a vesztes oldalon állok, akkor azt mondta, hogy hát azért a jók azok csak a filmekben győznek. Én hiszem ezt. Bízom benne, hogy én a jó oldalon állok. Aztán lehet egyszer kiderül, hogy nem, és én néztem be, és én ülök fordítva ezen a körhintán. De velem vagytok, mellettem vagytok, és csodálatos azt látni, hogy mekkora összefogás lett. És persze ez a videó most mindenkit lehoz az életről, de azért beszéljünk a jó dolgokról, és ne felejtsük el azt, hogy egy érvénytelen népszavazást sikerült összehozni. Ez az ország letette a voksát amellett, hogy nem hajlandó gyűlölködni, nem hajlandó a melegeket összemosni a pedofiliával. Ez az ország letette a voksát, és még sok olyan fideszes is, sok olyan jobboldali ember is, és sok olyan kormánypárti ember is érvénytelenül szavazott, vagy egyszerűen nem vette fel a szavazólapot, aki úgy érezte, hogy meg kell húzni, hogy ott az a vörös határ, ott az a vörös vonal, amit nem lépünk át. Hogy nem vagyunk pedofilok, nem szeretnénk bántani a gyereketeket, nem szeretnénk átműtetni senkit, és nem szeretnénk propagálni, mert nem is lehet ezt propagálni, hogy nem tudunk meggyőzni arról senkit, hogy legyen meleg, vagy legyen nő, és nem is célunk ilyet csinálni. És ezen a népszavazáson most egy példátlan összefogást sikerült tanúsítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy melegként büszke lehetek a szavazás ezen eredményére, ellenzékiként viszont szégyellem magam, és szégyellem azt, hogy idáig eljutottunk. Én nem fogom senkire hárítani a felelősséget. Én azt gondolom, hogy ez egy közös kudarc. Sokan kérdeztétek, hogy mit gondolok arról, hogy nem álltak ott Márki-Zay Péter mögött, nem állt ott senki, azt hiszem az MSZP-ből, a Jobbiktól és a DK-tól. Ez az ő döntésük. Nem tudom őszintén, hogy mit tettem volna. Nem tudom őszintén, hogy én ott álltam volna. Nem tudom hova tenni, hogy azt a sok széthúzást és konfliktust, ami párton belül a pártok és a jelöltek között volt, hogy azt akarják ezzel szimbolizálni, vagy azt akarják ezzel szimbolizálni, hogy nem ők tehetnek a vereségről, nem tudom. Majd ők biztos kitalálnak erre valami jó kommunikációt. Nem tudok pálcát törni felettük. Ahogy nem tudok pálcát törni Márki-Zay Péter felett sem. Mindenkinek megvan a maga sora. És még egy kérdés a csalással kapcsolatban. Sokan írjátok, hogy csalás, csalás. De az egész választási rendszeren azt gondolom, hogy nem tiszta. Nem lehet demokráciának hívni egy olyan országot, ahol tényleg az ország egyharmadának szavazatával kétharmados többséget lehet szerezni. Ettől függetlenül, mondom még egyszer, el kell ismerni a Fidesz győzelmét, el kell ismerni, hogyan a Fidesz mozgósít, el kell ismerni mindent. Nehezen agyalj. Ez már megtörtént, ez most már így van. Az első kétharmadát a Fidesznek nem lehet elvitatni. Nyilván onnantól indult el a lavina, és most már bármit megtehetnek. Tényleg azt gondolja bárki is, hogy disznótorossal, vagy 10 000 forinttal,
vagy nem tudom, bármiféle ilyen kis stílű csalással nyerte meg a Fidesz ezt a választást. Kérlek, ne bolondozzunk már. Nem, ennél sokkal-sokkal nagyobb és sokkal monumentálisabb, kegyetlen és olykor gonosz eszközökkel nyerte meg ezt a választást a Fidesz, de megnyerte. Elhiszem, hogy sokan csalódottak vagytok, én is. Hát ez van. Az Úr irgalmazzon nekünk, tényleg csak azt tudom mondani. Azért maradok, tehát hogy itt ne azt gondoljátok, hogy most nyilván kell egy levegővételnyi szület, föl vannak még véve egy kanapé részek, át kell gondolnom sok mindent. Megmondom az igazat, hogy kb. Így mindent, minden így vasárnapig volt meg a fejemben. Csak nekem vasárnapig úgy volt meg a fejemben, hogy győzünk. Győz az ellenzék, és máshogyan kell beszélnem hozzátok. És persze majd jönnek ezek a kommentek, hogy de fontos a munkám, és csináljam, és akármi. Tudom, srácok, de ez nem olyan egyszerű ám. Nem olyan egyszerű ebbe a kamerába ezeket a dolgokat elmondani. Bocsánat, ez a része még egyszerű. De amit utána kapsz a jobbos sajtótól, amit utána kapsz a jobbos emberektől, ahogy a páradat, a családodat, a barátaidat, téged, az éttermedet, a vállalkozásodat, a kollégáidat bántják, csak azért, mert képviselsz valamit, ez hosszú távon nem lehet. Én nem törlöm le a csatornámat, én nem vonulok el a nyilvánosság elől, viszont politikai kérdésekben nem fogok ilyen szinten állást foglalni. Sőt, nem fogok kampányolni. Emberjogi kérdésekben viszont soha senki nem fogja tudni befogni a számat. És soha senki nem fogja tudni elhallgattatni azt, amit én igaznak gondolok. Hát elfogytak a szavak. Nem lehetek elég hálás nektek. Nem lehetek elég hálás a családomnak. Soha nem éreztem még ekkora szeretetet körülöttünk. És tudom, hogy nagyon csalódottok vagy, csalódottak vagytok, és meg is értem, de gondoljatok bele abba, hogy azért jó volt ez az egy év. Még a vége fele is, tök jó volt. Volt egy közös célunk, volt egy közös reményünk. Az életben tartott minket, majd találunk újat, vagy találunk másikat. Meg hát 4 év múlva. Azért most nagy szar jön. Tehát, hogy minden, ha az ellenzék vette volna át ezt a kormányt, ha a Fidesz veszi át ezt a kormányt, nagy szar jön. Legyetek jók. És én is azt mondom, hogy ne engedjük el egymás kezét. Nem politikailag, hanem emberileg. Legyünk együtt, találkozzunk. Maradjunk együtt, legalább itt a YouTube-on. Mi mindent megtettünk, ez nem rajtunk múlott. Lesz majd egyszer egy olyan ellenzék, akinek bizalmat szavaz ez az ország. Addigra valószínűleg már kurva öreg leszek, de tele leszek nyomva mondjuk botoxal. Azért az mégiscsak egy opció, de lesz majd. Fog még győzni az ellenzék. Köszönöm, hogy itt vagytok még egyszer. Legyetek jók. Szerdán egy kanapén. Leesik az állatok, egy olyan csaj jön. Puszi.